A karcagi járási ügyészség egy bűnügyi felügyelet alatt álló kunhegyesi nő letartóztatását indítványozta a szolnoki járásbíróság nyomozási bírójánál. A nőt korábban a bíróság azért helyezte bűnügyi felügyelet alá, mert megalapozottan gyanúsítható volt a sorozatos vagyon elleni bűncselekményekkel. Többek között 2020. február 29-én Karcagon a kórházban, ahol a gyanúsítottat ápolták, egyik alvó betegtársától elvett egy 20 000 forint értékű mobiltelefont. Június 16-án Kunhegyesen éjszaka besúrant egy lakóházba, és onnan az ugyancsak alvó sértettől elvett egy 40 000 forint értékű mobiltelefont. A két kifosztás büntetén kívül több lopás vétségével is gyanúsítja a nőt a karcagi rendőrkapitányság. A nyomozási bíró 2020. szeptember 18-án rendelt el a gyanúsított bűnügyi felügyeletét. A bíróság végzése véglegessé nem is vált, amikor a gyanúsított 2020. október 1 és október 2 közötti időben Kunhegyesen egy családi házba az ablak redőnyének felhúzásával, lopási szándékkal bement, és onnan ruhaneműket és szerszámokat vitt el 14.800 forint értékben. A szolnoki bíróság a gyanúsított letartóztatását rendelte el, mert megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben fennáll a bizonyítás megnehezítésének a veszélye, valamint annak veszélye, hogy a gyanúsított újabb szabadságvesztéssel büntethető szándékos bűncselekményt követne el. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően megállapította, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedés a letartóztatás elrendelése szükséges a gyanúsítottal szemben, mert a bűnügyi felügyelet nem akadályozta meg az elkövetőt abban, hogy ismét bűncselekményt kövessen el. A bíróság döntését az ügyész és a gyanúsított tudomásul vette. A jelen nem lévő védő a határozat elleni esetleges fellebbezését 3 napon belül jelentheti be.